Karácsfalvai Sztoika Sándor görögkatolikus liceum 2003-ban nyitotta meg kapuit az érdeklődők iránt, és hát igazából ennek a liceumnak az volt a célja, hogy lehetőséget biztosítson azoknak a kárpátaljai magyar nemzetiségű gyerekeknek, akik gyakorlatilag itthol vannak, szeretnének valamit kezdeni az életükkel, csak egyszerűen nem biztos, hogy van számukra egy kibontakozási közeg. Ezért úgy gondolkodtak annak idején, immáron csak nem két évtizeddel ezelőtt, hogy meg kell teremteni azt a lehetőséget, ahol minden adott a tehetséges fiataloknak, hogy a jövő álmaikat, céljaikat megalapozzák, és innen bontsanak szárnyat. Így indult el ez az iskola, és hát gyakorlatilag az elmúlt években nagyon-nagyon sok minden van már a hátunk mögött. Fiatalok vagyunk, ezt nem lehet vitatni, de picikét súlyosabbnak érezzük mögöttünk a múltat, hiszen Karácsfalvi Liceum egy bentlakós iskola, és két hetente járnak haza a gyermekek. Ebből kifolyólag rengeteg programot szervezünk. Picit mi is meglepődtünk, amikor a tavalyi tanévnek a mérlegét megtekintettük. Több mint 140 programot szerveztünk a gyerekeknek. Tavalyi tanévben, tavaly előtt 150 programon vettek részt a növendékek, és hát mindenképpen nem csak kampányolni szeretünk azzal, vagy hangoztatni szeretjük azt, hogy a Karácsfalvai Liceum az több, mint iskola, hanem valóban arra is törekszünk, hogy többet is adjunk, mint egy általános iskola. Adjunk a gyerekeknek egy tartást, egy nemzeti öntudatot, természetesen magyar nemzeti öntudatot, illetve hát ami elengedhetetlen, és elsők között szeretném megemlíteni, hogy egy keresztény mentalitást is. Függetlenül attól, hogy milyen keresztény tényfelekezett híveinek vallják a gyerekek magukat, görögkatolikusok, római katolikusok, vagy éppen református felekezetűek, fontos számunkra, hogy legyen egy hitbéli tartás is mögöttük. Nagyon-nagyon sokszor mondják, és már klisés a kifejezés, hogy az a fa, amelynek nincsenek gyökerei, hogyha jön egy vihar, akkor kidől. Viszont talán ez szemlélteti a legjobban, hogy a 21. század kulturális értelemben, szellemi értelemben úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon viharos évszázad, és az ilyen iskolák tudják megadni a fiatal generációnak azokat a gyökereket, amelyek mikor elindul az a szélvihar, az a szellemi értelemben vett szélvihar, akkor tud tartást adni a jövő nemzedékének. Hát ezért dolgozik a Karácsfalvai Liceum immáron 2003 óta. Amellett, hogy a fiatalok itt a liceumban mégiscsak hitben nevelkednek, mennyire van bennük meg a huncutság? Ó, hát nem különbek Deák névásznánál, hogy szokták volt mondani. Ők teljesen átlagos gyerekek, tehát hogy ugyanazok a huncut gondolatok motiválják őket is, pláne mikor már korosodnak, akkor már ugye beindulnak a hormonok is, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon huncutok tudnak lenni. De azt szoktuk mondani, hogy nincs is ezzel semmi baj. Gyerekek is, éljék is meg a gyerekkorukat, ne akarjanak 14-16 évesen a felnőtt gondoknak a köntösébe bújni. Vannak huncutságok, amelyeket igen el kell követni. Azt szoktuk morális vörös vonalnak tekinteni, hogy addig, ameddig nem rossz indulat vezeti a huncutságot, vagy nem gonoszságból táplálkozik az a huncutság, addig hát nyilván valamilyen szankciót, hogyha lebuknak, akkor kell alkalmazni, de igazából ez természetes dolog, és hát akkor lenne probléma, hogyha makula kocka ülnének itt. Fontos, hogy minden gyermek egy egyéniség, és mi nem akarjuk azokat a kis villanykörtéket kalapáccsal kiütni a fejükben. Gondolkodjanak, törekedjenek, próbálják meg a saját elképzelésüket, néha butaságokat is mindenféle módon megvalósítani, és hát igazából tényleg teljesen általános gyerekek.